Tehát üdvözlök mindenkit, Zsolnai Gábor vagyok, harci részletet és agrikultúrát nem fogom mutatni, és ez a tenőzugális rákövetkező a végvári életről, szokásról, viseletről, páncélzatról és fegyverzetről lesz szó. A következő órán fogunk ezt folytatni. Tehát először is megcsúsztunk egy pár percet, de azt látunk, hogy elindítják igazán, hogy nem lesz az időt. De a 16. századról kicsit a következő a mindennapokról lesz szó, kicsit a törvényezésről, szokásokról, stb. De van ebben az órában viszont inkább a végvár intézet életét, a katonakevetést, kalózokat, kémeket, libékeket a török világban tudjuk jellemezni, és kicsit belátsunk gyakorlatilag, hoztam egy-két felszerelést, amit majd egy vállalkozó rá fog adni, nem volt időm átöltözni. Kezdjük például, csapunk beleszedben a közepébe, a legelső darabban, és ami a legfontosabb ebben a korban, és nagyon jellemző a 16. század, pontosan a másik felére, 17. még jellemző. Ha valaki megnézi a 2000 forintos Betlen Gábor tudósai körében, szintén üstököt visel, mint én, nekik még több volt. Az üstök viselésnek van írott forrása is, és van egy legendája is, tehát ami, vagy egy mondája, tehát nem mondott és nem írott, mint a legenda. Az egyik nagyon praktikusokra, hát az, hogy nem mentek bele a polhákba tettek, ha kapott a harcosunk egy kardályás könnyebbet összevarni a fejlőt, akkor az időben ilyen gyakori volt. A másik oka ez az üstökén ragadta a szerencséjét közmondás, tehát ha sikerült megfogni az üstökét és lerántani a lóról, akkor bizony szerencséje volt. Meg már a képet még sikerült lerántani. A következő pedig az, hogy minden egyes harcos kaszta a világon, a szamurájoktól kezdve a bónindián, aki a kozákok, lengyelek, törökök, türkmétek, szkiták, valahol beleboltáltak a fejünkbe. Ugye az a bizonyos paziriki kurgáta talált nemez takaró is, ha nézzük, gyakorlatilag pánk frizurája van az itt a harcosunknak, itt leboltálva is ilyen. Ugye ugyanaz, mint az irokézeknek, pólindjáloknak, ugyanitt elő van az üstöke, lengyeleknek szintén, kozákoknak középen is nagyon hosszú, a törököknek egészen itt a utacs középen is egészen gyakorlatilag élt, ameddig, ami megnőtt. Egy legenda szerint, de mondom, nagyon mondom, legenda, vagy monda szerint, ennek volt olyan lényeg, hogy a végvári vitézek annyira tisztelték a lovat, hogy a lónak a sörényét szimbolizálta. Nem tudom, hogy igaz, de nagyon szép. Akár lehet is. A következő darab, ugye felül, amit voltak inget, ezt heli megnek mondták. Esküvői szokások alkalmával egy nagy külügyi esküvő, mondjuk 2-3 ezer meghívó volt, és külön úgymond rendőrséget szerveztek erre az időszakra. Tehát ott is bizony-bizony főjogú, nem főjogú, vagy szolga, ha bizony kicsit beittak, akkor ott verekedés, ez ma is így van. Hát külön rendesen egy aranypálcával ellátott felügyelő bizottságot felállt arra, hogy az ilyen személyeket megregulázzák. A férfiak jellemző ajándéka esküvők alkalmával felének volt. 2000 meghívott, 2000 felének legyártak. Egy esküvőre nem A nők gyűrűt kaptak. Minden egyes nő gyűrűt kapott. Milyen nagy tételben gyártották a magyar főurak, ezekkel a gyűrűket jelentően Olaszországban, főleg Velencében készítették. És importálták Magyarországra. Ugyanúgy, mint például ezt a tipikus huszáros üveget, mert akkorban nagyon jellemző volt a magyar huszárságra, rengeteget gyártottak Nürnbergbe és Augsburgba. Ugye a 16. században óriási gazdasági hanyatlás volt, erről egy kicsit beszélünk Magyarországon. Hát bizony az ipar nem annyira működött. Ugyanúgy, ahogy megnézzük például a 15. századot, Bunyadi János német alföldi páncél van ábrázolva. Hát ha valaki jó páncélt akar venni, akkor az Németországba hozatalma, és ha valaki jó kicsit akar, akkor Mercedes lesz. Tehát nem kell megérni, akkor is volt kereskedelem, úgy, mint az ókorban. A törökök például, ők egyszerű viseletet voltak, hát úgy hívják, hogy fez, jó? Látunk például a kebabosokról néha, pirosban. A zöld volt a legritkább.
Van egy köze, amit szeretnék eloszlatni. Minden hagyományozó rendszer is szokta mondani, hogy zöldnadrágok nem voltak a magyarok, mert a törökök karóba húzták, mivel a prófétának a színét nem vett ki senki a fenekére. Nagyon jól hangzik, csak nem igaz, mert én összegyűjtöttem 11-két ábrázolást korabelit, ahol bizony török ábrázolások, törökökök zöldnadrágban. Na most nem hinném, hogy akkor a magyar húzták volna a karóba. Tény és való, hogyha megnézzük a 19. századi magyar huszárságot, a 18-at, már tényleg nincsen zöld nadrág tettek, nem szeretnék, valamilyen zöld nadrágot nem hagytak. Pirosak voltak a képek. Visszatérve a annyi igaz a történetből, hogy a zöld szín az csak a proféta leszármazottainak jár. Csak az mondhatott zöld szín. És való igaz, hogy a török kultúrákon rendkívül ritka a zöld szín, de az előfordul, sőt, bizonyos írományok elég sok, nehezen elképzelhető, hogy mindegyik proféta leszármazottja volt. Valószínűleg adatom, hogy ők se tartották be a Korán összegű cikkeit, ugyanúgy, ahogy a bektasi szerzetesek sem, akikre nem vonatkozott az alkoholtilalom, mert ők azt mondták, hogy a szőlőt alapteremtette, a fákamből borzott vízőt alapteremtette, ők a szőlőbe rakták a fába, és alap, hogy mit csinált vele az alapteremtette. A követés kérdik egy önkéntest, hogy ami megkülönböztette ebben a korszakban a töröket és a magyar, kizárólag a kalapa. Egy kicsit, de jó lesz az úgy. Nem tudom, hogy Kazasztán mellett, ha valaki járt, hogy néz a térképet, van egy ilyen, hogy Karakalpan köztársaság, akkor az azt jelenti, hogy fekete vagy sötét. Fekete kalpakosok, fekete süvegesek köztársaság, úgy ez a neve. Kalpak, ez egy, a kazakok mai napig kalpaknak mondják. Tehát, hogy tekerték föl, tehát ez itt magyarul a tombók, törökül turbán. Tehát fontos a létszíves. És olyan is. Jobbra. Vagy szólok, csak török ilyen. Nem 8 és 12 méter között volt egy turbán hossza, de majd te csak török ilyen, engedj el minden. Mint a pszichát elmér. Engedj el minden. A legközelebb fiatalabbat fog kívülni. Testnevelő tanár van közöttetek? Jó, tehát ez egy bőzik kurván. Két kicsit nem az legszebb ellen földekerve. A lényege, hogy a fez elég magas volt. A fez elég magas volt, ugyanúgy, ahogy ha megnézzük a 18. századon Mária Terézia huszárjai, volt ez a bőr, ez a gyakran medvebőr kucsma, hogy a 48-as huszároknak a, nem a csákója, hanem elfelejtettem a nevét. Ezek nagyon magasak, nagyon kényelmetlen viselet, de van egy nagyon nagy előnye. Egy ütésnél a gyűrődési zónák képezte, van egy gyűrődési zónája, elnyel az ütés energiáját. Ráadásul, hogy ez egy másfél cent is nevez. A turbánok a lényegek szintén elnyel az ütésnek az energiáját. Egyébként amit hordanak a törökök, vagy Ázsiában tibetiek át ezt a kis fehéret. A fehére csak az hordhat például, aki megjárta a hajdzsot, tehát a mekkori zarándoklatot, legalább életében egyszer. A turbának van egy másik nagy előnye, hogy Kazasztánban azt tapasztaltuk, hogy a süveg az teljes mértékben nem vált be, ott, ahol már 35 fok felett van tartósan a hőmérséklet, mert szétszik az emberek a füle az orra. Viszont a turbát az ember benedvesíti, föltekeri, 3-4 óra és visszahűti az ember. Gyakorlatilag természetes klimatizációs berendezés, rendkívül jól működik, vagy belemártja a fejét a vályba és folytatja. És a másik nagyon fontos, hogy ebben az időben a temetkezések nem úgy történtek, mint ma. Ha főúrakról van szó, akkor igen, egy főúr eltemetése 4-5 évben is beletellett, mert összehívták a népet és megfelelő biztosították a temetéshez, úgyhogy az esküvőzés. Hanem az egyszerű katonákat gyékény koporsóval temették el, a gyékény szinte mindenre használták, de harcba erre nem volt idő, ezért olyan hosszúnak kellett lenni többek között a turban, hogy bele tudják tekerni az elesett harcos, és úgy temették be a földbe. Itt gyakorlatilag mindenre jó volt.
élni, halni. Jó, köszönöm. A következő darabunk, ez a sálő. Magamnak fogom föltekerni. Ez szintén 4 és 10 méter között lehetett, egy darab nem maradt fönn belőle, úgyhogy nem tudjuk, akkor Péter leírásából tudjuk a nagyobb a méreteket. Tehát ezt a harcosok fogták, egy időben átmegy a civil divatba is, gyakorlatilag a lágy részekre, hasra, ahol a veszek benne találhatók föltekerték. Több föltekerési módja van egyébként. A legegyszerűbb, ami látható, hogy egyszerűen fogtak és kötöttek rá egy csomót. Jó? Ennek több előnye van, franci déli jugos ezt mondtuk egyébként, csak ott kék van. Tehát ez nem véletlen, lett több katonaság használ, ahogy már csak a parádé kivitel, tehát a tisztességhez van, de Mexikóban kötelezték a légiósokat ennek a hordására, legenda szerint, hogy védte őket a különböző bérbetegségektől, azt nem tudom, hogy ne kérdezzétek meg, viszont véd a legfontosabb szervet, a vességet. A következő, hogy védett a vágásoktól és szúrásoktól. Minden fegyvertől, a kopjától és a lőfegyveret ugyan nem védett meg, de minden más ütő vágó fegyvertől meglehetősen jó védelmet biztosított, és nem fogunk próbálni. Itt látok, hogy 16. századi végvári szabjának a másolata. Talán kijöttök, látok eredeti fegyvereket is. Tehát kérnék egy erős embert. Látható, hogy ez hegyes, mint egy eredeti. Neki nem tolja, tisztelőben. Amíg hajik a penge, nem fog eltudni, mert rúgott. Még. Nem fog meg két kézzel. Látható, hogy nagyon nehéz átszúrni. Átvágni se lehet. Azt kell kézni, ezeket általában vászomból, ha volt pénze sejemből, esetleg bokából készítették és tekerték föl magukra. Itt láthatok a Mercedes-e, ez pedig a Suzuki. Nem az mindenkinek pénze. A legtöbb ábrázolás, amit látunk miniatúrákon, teljes mértékben könnyűlovas ábrázolások vannak. Tehát ez nagyon ritka. Egy várkapitánynak lehetett egy rákozott, egy félrákozott vagy egész rákozott vértje. Egy átlagos közkapitánynak szinte lehetetlen volt ezeket anyagilag elérni. Ahogy már beszéltünk egy órán, hogy pontos mutatásaink vannak a magyar középkorból, franciából, angolból, olaszul nem is beszélünk, mennyibe került egy nehéz lovas felszerelése. Irodatlan összegeket emésztett föl, nagyjából meg szoktam mondani majd egyébként, hogy 3 vannak, hogy Mercedes ára, vagy egy Lexusé. Egy teljes, mondjuk egy francia nehéz lovasság felszerelés. Tehát a harcimén kellett egy idomár is, aki kiképzi a lovat, mert nekem is van autó vezetem, de szerelni nem tudom. Ugye a páncélzat, a teljes támadó fegyverzet, védekező fegyverzet, ez nagyjából egy vagyon. Csak egy gyors anekdota, Csitári Vitk esete 4. Béla korából. Csitári Vitk, Csitának volt a földesúr, ez nem volt egy nagy, de nem is egy kis birtok. Azért, hogy vendég módjára szerelje föl magát, az azt jelenti, hogy nyugati mintára, hostess mintára szerelje föl magát, fölvett egy helyi kereskedőtől hitelt. Gyakorlatilag elzárosított az egész birtokát, 20 évig harcolt királya mellett külföldön háborúban a gyáratokban, mire vissza tudta vásárolni a saját birtokát, és ekkor volt nulszados. Ezt tükrözött, milyen rák volt egy felszerelés, de tükrözött az akkori hazaszeretetet is. Jó, tehát tovább lépünk, a következő darabunk, ugye itt van a telimegünk alatta a salvár vagy szalavári, magyaroknál szűknadrág, törököknél, balkániaknál nőnadrág. Hát itt láthatunk egy dolmányt. Ebben az időben dolmannak hívják, ez egyébként perzsa szó. Végvári korszakban legtöbb esetben posztóból van a közlegényeknek. A posztó elején nem túl drága termék volt, a 16. század közepén már elég nagy mennyiségben gyártják a németek és az angolok, és végszámra jön meg Magyarországra, és csak hogyha már ezzel szerelik föl a közlegények magukat, minden felszerelést magának kellett megszerezni mindenkinek. Ez már nem a Mária Terézia korabeli, ahol reguláris huszárság van, mondjuk úgy. Tehát, posztóból van egy sima vászonbérés, van egy sújtása, aki tudja előjele, mi ellen véd a sújtást. Hm?
sújtások ellen. A szabjában mit csinálunk? Szabunk. Hivatalosan szláv szónak van eredeztetve sajnos, bár a németek úgy tudják, hogy a magyar szab igéből gyöngből eredeztetik. Európa összes nevében egyébként szabja. Sáblet, szávalát, szávszébe, mindegyikben. Kirire keleten, ott van kilincs, van több kifejezés is egyébként a szabjának. Nincse, Samsír, Szaif, de az európai nyelvek a magyarban megy át. Maradjuk a dolmánynál, egy kérdésem, miért van bal oldalt? A sújtás. Nagyapámnak jobb oldalt volt a szívem. Jobb kezem van. Nincs mindenkinek bal oldalt a szívem. De a szabjának jobb kezem. Pontosan. Ha itt döfnek meg, vagy itt döfnek meg, ugyanúgy meghalsz. Azt kérdezte, hogy miért van bal oldalt a sújtás a dolmányon? Ugye mindig, hogy ott van az ember szíve, de ha itt döfnek át, vagy itt, ugyanúgy meghalsz. Egyébként. Csak itt ilyen kis véres buborékokat is fogsz fújni előtte. Ott nem biztos. Tehát azért, mert ha jobbkezes vagyok, jobb kézben a szabja. Tehát a jobb oldalam az le van védve. A bal oldalam védtelen. A 48-as huszárdolmány, ha előttetek van, ott két oldalt van már a sújtás. Sokkal hosszabb, kijön egészen idáig, és egészen sűrű, majdnem egymásba ér. Tehát gyakorlatilag az egész le van, ugye könnyű lovasok voltak a huszárok is, viszont az egész le van védve. A nadrágon is van, ott már egy vitézkötésekkel díszítve. Az elején például a magyar huszárok nem voltak a hátukon sújtást, mert azt mondták, hogy ha hátat fordítok az ellenségnek, akkor megérdemlem a halált. Később egy-két díszítést azért már rá. Tehát ezért van a sújtás bal oldal, amit rajtam láttok, ez ezüstből van fonva. Tehát ez gyakorlatilag skófium ezüst szál, ami nem van szőve, nem tudom pontosan hány darab volt. Gyakorlatilag ezt ha valaki megpróbálna elvágni, az olyan, mint hogy egy fémet próbálna elvágni, tehát ez így egy szabjával átvált alapban. Az ütést átengedi, de a vágásokat nem engedi át. Ez itt, ez két méter. Minden esetben páratlan volt, nagyon fontos, nem tudjuk miért. Minden esetben a dolmányon mentén páratlan volt a sújtások száma. Ez így két méter, ez a 9 darab sújtás. A 19. századi huszárai nyilván 76 méter a sújtás. Közlegények kamut, zsinór, 5 mm-es az a gömb. Altiszteknek ezüst, tiszteknek arany. Az sem volt olcsó. Ma egy tényleg egy valaki csináltat egy szabad egy huszárvát, akkor olyan 600 000 forintos költségre készülni meg. Az a kamut sújtásos. A következő, ez a, ami itt látható a kezemen, csatra előtt lehajtották, pincélszolgálatot. Kézvédelem. Nem tűnik ám soknak, kutyafülnek mondták ebben az időben. Biztos a szerinteknek ilyen füle volt, ezt nem tudom. Nem tűnik nagy védelemnek, de nagyon fontos, mert egy ilyen páncélkesztyű, mint amit itt láttok, ez nem volt olcsó. Ez nem volt egy olcsó dolog, akárki nem engedhette meg magának. Akinek pedig nem volt pénze páncélkesztyű, az valahogy adott egy kutyafület. De egy ütés ugyan eltörhette a kezét, készhátot, de nem okozott nyílt csebet, nem okozott vérzést. Azt már ők is tudták, hogy a csont összeforrt. Nagyjából visszarakták a csontokat, azt lehet, hogy nem lett szép, de nem halt bele. Viszont a nyílt csebbe azt nem tudták, hogy miért, de azt tudták, hogy egy-két héten belül különböző fertőzésekre belehalnak. Egyébként. Mit alkalmaztak, azt tudjuk nagyon jól, például a nyílt csebekre fertőzés ellen, egy természetes antibiotikum. Nyál nagyon jó egyébként. Pontosan. Te is lehetett vizelni, pálinkát, stb. De ami nagyon gyakori volt, egy kenyérvelet. Kovászos kenyerek voltak, kevertek össze pókhálóval. És ezt köpködték bele a sebbe. Vagy működött, vagy nem. Ha kipróbáltak, megvalkozatok rá. A pókháló Úgy én azt tudom, hogy ugye vannak Amerikában póktenyészetek, ahol lefejik a szegény pókokat, és megszövik a pókhálót, és bőrpótlásra használják. Mit? Igen?
Feljúgunk a szalomba, mindenhol. Meg lehet, hogy az egy külön pókfajta. Mi? Meg lehet, hogy az egy külön pókfajta, amelyeket... Én nem hinném, hogy ezzel nagyon foglalkoztak. Mondhatnák szédújok, hogy a 800 kaszáspók, vagy valami, de nem. Jó, tehát ki látta... Az utolsó Samurai című filmet Tom Cruise-zal. Nézzétek meg a japán császárnak a viseletét. Egy sújtásos fekete Attila van rajta, mint a magyar divat abban az időben uralkodó volt a világban, 19. században. Mint az 18. században érkezett akkor is. Ugye akkor a Rákóczi szabadságharcot leveri, ugye szétterjed a magyar huszárság a világban, a 19. század a 32 országban honosodik meg a magyar huszárság. Ugye az első, a meghonosodik, az Franciaország, ugye az Eszterházy és a Bercsényi huszárok. Nekem Afrikában volt szerencsém hallani a Bercsényi huszárokat, magyarul énekelték az indulókat, semmit nem lehetett belőle érteni. Viszont a piros ejtőernyő barátnak a jobb oldalán nem a francia ejtőernyős jelmény volt, hanem egy intézkötés. Mert nagyon tartják a hagyományokat. Egyébként hát ők nem huszárok, hanem egész pontosan ejtőernyős, felderítő, könnyű harckocsizó alakulat. Hát a harckocsit is ledobják ejtőernyőben. Az Eszterházy huszár ezredet azt talán valamikor 80-as évben szüntették meg egyébként. Ők is ejtőernyősök voltak Franciaországban. Tehát ennyit a lovamányról. Következő darabunk ez a mente. Huszároknak úgy szintén van. Igen, ha legátjuk, itt már két oldalt van a sújtás, ez volt a mente. Ha kicsit sűrűsebb volt a sújtás, akkor hívták foszlánynak. Egyszerűen. És a másik pedig a gomb felfűzési technika, akár a 20. századi mellényeken is látható, úgymond paraszt vagy mellényeken is, hogy nem fölvarják a gombot, hanem fölfűzik. Tehát ki van lyukasztva, úgymond a mente, körbe van barna a lyuk, és akkor föl van fűzve. Mosásnál kihúzza, kimossa, visszarakja. A kocsmában nem volt pénz, akkor kivett egyet és azzal kezdődött. A másik, hogy ez egy sípújú mente, ez azt jelenti, hogy nem tudom, hogy időre mennek halakozni, egy évre, vagy egy napra, vagy örökre. Ha meleg volt, akkor ki tudod belőle bújni. Vagy ha esetleg csatába föl kellett csatolni a karvast, vagy zavart a páncélba. Nagyon praktikus megoldás. A 48-as huszároknak azt látjuk, amikor parádéznak, hogy a mente bal oldalt van. Ugye van itt egy ilyen általvető, ugye az is azért van bal oldalt, amiért a sújtás is ott védtelen a huszár. Ha ideg volt fölvetted, ha levette, akkor mindig bal oldalra rakta. Ugye még a dolmányról egy nagyon fontos dolgot, hogy csákos szabása van. Tehát ha azt megnézzük, akkor ez a szabás, itt lapolja egymást. Ennyire, most följébe velem, hogy lássátok. Lapolja egymást, tehát ilyen a szabása, nem ilyen, hanem ilyen. Ezt hívják csákos szabásnak. Nagyon jó, egyébként a lovas utakon nagyon bevált, hiszen az embernek nem éri a menet cél a térdét. Nagyon fontos, a másik kardvágások ellen vég. Sima nadrágot nagyon könnyen át lehet vágni szabjára egy karddal, a posztó már megcsinszik, rengeteget tombít. A 48-as huszároknak ugye a dolmánya csak királyig ér, hogy csak ő alá. Viszont a csákos szabás jelképesen megvan. Nézzétek meg, hogy egészen ennyire átlapolt. Már csak egy ilyen 15 centi van, de átlapolt. Van köztetek smorka vívó? Tör vagy pár vagy tör? Nincs. Az a fehér plasztron, amit hordanak, a csákos szabású, az innen ered. Hiszen a sportkarnak a hőse az a magyar szabjavírás. Úgy, ahogy a párbajtőr és a törnek spanyol alapjai vannak, aztán az olaszok dolgozták át. A kardvírásról lehetne tartani külön előadást. Csak gyorsan elmondom, egy nagyon érdekes történet, amikor a 19. század végén idén az olasz válogatott a már nagyon finom, gyors kis pengékkel, nem ezekkel, hanem a magyarok akkor vívtak versenyszerűen. Nagyon megverik a magyarokat. 10 mérkőzés van, 10 nullára kikapunk. Mert ugye nem azt számolták, hogy kit találsz el,
nem a találatot nézték a zsűri, hanem a kunstot. Ki volt ügyesebb, ki mutatott a szebb dolgot, még akkor is, hogy közben eltalálták. És akkor a magyarok azt mondták, hogy megvették Santellit, a híres olasz mester, ott élt el életét Magyarországon, és átképeztem a magyar szabja vívást, a már modern sportpart vívást, és onnantól fogva Magyarországon majd napig nyeri az olimpiát. Nem kell elkeseredni. Na, a következő darabunk. Itt a kezem, nem? Itt van a disznóláb. Jó, itt a disznók a csülke, ez hívett disznólának a vívás korszakban. A pisztoly ez egy későbbi kifejezés. Ugye itt a kezem nincs benne fegyver. A rómaiaknál ez fordítva történt, hogy az úgynevezett tűzoltó fogás, amikor az alkarjára fognak rá, ez azért, hogy ott nézte meg, hogy nincs egy hírok, nincs egy késő, meg tudna gyilkolni. Ez a bizalmatlanságnak volt a jelen. Úgy tudom, az első készfogása az egy pártuszobró van rajta. Nem kérlek, de arra tudok meg, ami tényleg igazolt a készfogás. Tehát a disznóláb, ez egy 18. századi kozák pisztolynak a másolata. Egy eredeti végvári pisztoly másolata, 350 ezer forint. A végváriak nem használták, vagy nagyon ritkán, mivel drágább volt, mint egy páncél. Ugye ez egy úgynevezett csapantyús szerkezet, az azt jelenti, hogy ráadtunk szószínű rózsapatron, csak félből, ma részből, mert régi gyerekkorban öltöztünk. A kakas ráüt, az megadja a szikrát a benne lévő lőpornak és kilövi a golyót. Ez 10-ből jellemzően 10-szer első, vagy 100-ból 99-szer első. Ez 19. század, 18 végén talán már vannak ilyenek. Ugye előtte volt a kovás puska, 18-17. Században, azt jelentette, hogy itt van egy kovakő, vagy pirita. A pirit még a kovakőnél. Itt van egy kis serpenyő, meg van töltve finom lőporra, a kovakő rácsap az acélra, ami szikrát ad a benne lévő, serpenyőben lévő lőpornak, finom lőpornak, ami meggyullad és beviszi a lángot a csőbe, ahol már furva lőporra is kiviszi. Ezek olcsóbb verziók voltak. A világ első ilyen típusú lőfegyverei viszont a keréklakatos fegyverek voltak, vagy dörzskerekes fegyverek. Annyira bonyolult szerkezetek voltak, hogy én nem tudom mennyi lehetett az országban, lehet, hogy pár tucat, most így átvételesen, szóval nagyon drágák voltak. Egy óraszerkezet volt beépítve, most szó szerint egy óraszerkezet volt beépítve ide, amit egy kulcsal a nyakába hordott, mint egy nimbus kulcs, fölhúzott. Csata közben. Más, nem volt ide. Ez úgy nézett ki, hogy megköltötte a lőport, majd meg kell döngölni, jól le kellett döngölni. Majd berakta a folyást, ami nyúlszőr, kender, kóc lehetett, vagy sertésszőr. Ezt megint jól ledöngölte, berakta a golyót. Majd megint le kellett folytani kóccal, mert hát nem húzagolt csövek voltak, tehát kiért volna vele a golyó, tehát megint le kellett döngölni. Ez nagyjából, ha nagyon siet, akkor egy 45-60 másodperc. Majd föl kellett porozni a fegyvert, fölhúzni, az ember elhagyott, ha lovas volt, akkor vártában még nehezebb maga volt, és akkor rásütett az ellenfélre, ami vagy elsült, vagy nem. Ötből mondjuk van, hát tapasztalat, mert egy-két egyesetnek van ilyen, ötből háromszor sül el. Nagyon-nagyon tisztán kell tartani, a gyújtőkat még tisztogatni, tehát ez egy kényes dolog, egy főúrnak ilyen lehetett. Például ugye egy pár pisztoly a gyerekkápán, valószínűleg inkább csak önvédelmi célokra használták. Mert én valakit megtalálok ezzel rásütni, hogy nem sül el. És ha szembe találom magam így valakivel, nálam egy szabja, akkor sok esélye nincsen. Már egy Simon Jóvesternek sikerült megcáfolnia, hiszen ő 17 évesen állt be huszárnak, 18. század. Talán valamikor 1740 környékén, az apja visszaváltott a kemény pénzen. Nem akart, hogy a fia a frontra kerüljön. A 18 évesen újra beállt, akkor nem lehet visszaváltani. Beállt huszárnak, közlegényként kezdte, és úgy lett káplár, tizedes, hogy a pancsóhai csatában, a legutolsó nagyobb csata, ugye magyarok, németek és törökök között, tehát ott van a délvidéken volt Bosznia meg Szerbia határán, hogy akkor nem igazán tudott vívni, Sinnyi. És
talán eltört a szabjára, nem pontosan írás, elővette a két disznólábat, rásütötte egy-egy törökre, mind a kettő csütörtököt mondott, majd mindent, minden hozzávágta a fejéhez a két töröknek a pisztolyt, és mind a kettő lefordult a lovára. Most ezt az ezredes a dombtetőről látsővel látta. Azt is látta, hogy abban a pillanatban Simonyit levágták, kapott egy kardvágást, leesett a lóról, és a török lovasok, ahogy jöttek, mentek, beletaposták gyakorlatilag a jeges hóba. De túlélte. Az ezredes megkeresett, és előléptette Kápára. 20 év múlva óbester lett, ezredes lett, mert ezer tulajdonos, ezer parancsnok. Abban az évben privatizáló volt a katonaság, azt jelentette, hogy ha érdemes voltál és volt pénze, mint egy Eszterházi, fölállított egy 20 ezredet. Nem Horvátországban, mint egy nyaralmány. És az ezred a tiéd volt. És kerestél egy megfelelő képzettség ezredes, aki irányított és a toborzást vezette. És hát Simonyi ezredes lett 20 év múlva, és ő volt az, aki elfoglalta a Napóleonnak Párizsban a Fontainebleau-i palotáját, és ott székelgetett Napóleonnak a trónjába egyébként, és szintén ő volt az, aki pár hónappal később, télen, télvíz idején a jeges Rhône folyót, ami akkor, mint a Duna, áthúztatta a Lyonnál, 320 huszárral és két szotnyal, tehát 200 kozákkal, és elfoglalta a Lyont. Egy leírások alapján 5 huszár halt meg, vagy 5 ember, vagy magyar 5 huszár halt meg, és két ló veszett oda. Tehát gyakorlatilag két lovas lóval együtt eltűnt, 3 ló viszont a gazdál nélkül érkezett meg Lyonba. És ugye pisztolyt nem vihettek magukkal, mert az megázik, de azt mondta, hogy csak szabját viszünk, mert csak riogalmat akarok. Egyébként börtönbe végezte ott hat meg. Megkapta a legmagasabb állami tüntetéseket. Állítólag hazavárulásért volt. Nem tudni, áldok volt, vádak voltak, nem tudni. Tehát, hol tartottunk tehát a disznólámnál? A következő fegyver... Na. Egy olyan kérdésem van, hogy ez milyen típusú fegyver. Látható kicsit az ornamentikája, van egy híve. Jatagá. Nem, nemzetiségileg. A jatagán az ilyen hosszú. Az dupla híve. Oszmán, fegyver. Arab. Mi? Arab, oszmán. Ilyen, román. Majdnem arab, majdnem oszmán, de muzulmánok, de rokonaink. Szulejmán elfoglalja őket. Perzsák. Akkor Szulejmán, valaki nézze ezt a rendkívül rossz szakmaoperát, egyetlen jó dolog van benne, az amikor a Mohács után a főszereplő is Szulejmán elkezdte növeszteni a szakállát, ez tényleg így volt. Akkor érezte magát éretnek, és attól a pillanatok fogva kezdett el szakállat növeszteni az érettségjelőjén. Mondjuk az amikor Nagy Lajos Király Mohács előtt egy olimpiai sportkarddal vívott, az nem volt tudni tetsz. Nagy Lajos, hogy a másik Lajos, egy olimpiai sportkarddal vívott a csatlásból, a gyakorolt egy kicsit. Nonaszoltak a szertárosnak, a Józsik éve valami. Tehát ez egy perzsa dzsambíja. Dzsambíja az harci történet, ezt általában a perzsák a sárőrbe dugva hordták, és közel hatra alkalmazták. Így fogták, mert tudta védeni az alkarját, és ugyanúgy körüles volt a mozgása, mint a szabjának. Mert védem az alkalmat, tudok vele támadni, két évű a fegyver. Minden esetben. A bizonyos fegyverek látható, hogy ez az utolsó két centi, az tompa. Történészek szerint azért, hogy a láncinget át tudja vele lőni. Hogy az éles a vasba, ugye megvágni és beleragad. Ha viszont tompa, akkor szét tudja feszíteni a sobroncereket, és utána betűnt hatolni. Ennek a késnek a lényege, mert ha kijöttök, meglátjátok jobban, hogy ez itt a mintázatban ne téveszem meg. Itt viszont, látjátok ezeket a csíkokat, meg ez a rengeteg kis apró csíkot. Ez damaszkolt, vagy damasztolt tenger, mind a két kifejezés. Ez onnan fölmegyek, meg felmegyek. Helyes. Ezek voltak a kor legdrágább fegyverei. Magyarok is készítettek damaszkolt szabjákat, a vikingek is készítettek damaszkolt kardokat, már azért ismerték. A japán hamonedzés, vagy japán katonai készítés is hasonló, de nem pont ugye ez a technológia. Ugye damaszkuszi acélnak is mondják, de igazából nem azért, mert damaszkuszból jött az acél, hanem azért, mert a technológia. Ez úgy néz ki, hogy fognak egy nagy vasat és egy kemény vasat.
de az még nem a cél. Megkerik egy speciális agyag réteg, de semmilyen kovács nem fogja elmondani, mi az, mert az acél, a vas az nem gyúrva, az nem fog összeállni, a földlegítetés összeítőd akkor sem. Ez anyag fogja fogalmunk összeragasztani. Vagy mondják úgy, hogy kovács forrasztani, vagy kovács hegesztani. Összerakja, fölhevíti, és kalapáccsal elkezd ütni egészen addig, amíg el nem lapul a dugdájára, majd megint megkeri, és megint ráhagyja. Ugye így van két rétegünk. Így van négy rétegünk, ez itt 15 ezer réteg. Nagyjából. Tehát ugye utána van 8, 16, 32, 64, 120, informatikusoknak megy, mert nem újok át, és így van. 24, 2048, stb. Ennek az volt a lényeg, ennek a tehát a mai napig alkalmazzák, nagyon nehéz csinálni, mert tehát a kovács szakma egy patmót bárki le tud ütni, vagy egy fokos fejet, egy szabját már nem. A szabjának penge válta van, annak híve van is oda hosszú tűzkel, nem mindegy, hogy hogy hevített. A damaszkolt pengének ugyanaz, bármilyen, most a lengyel szén jelenleg a legjobb a piacon, azt használják a kovácsok nagy része, akkor melegíti a fémet, kiég belőle a szén, tehát vissza kell pótolni. Ezért van az, hogy a kovács tűznél ott van, ugye a szén van rá, akkor visszapótolja. Ez akkor nem úgy működik, hogy én 6 héten keresztül ütöm azt a nem sikerül újra ütöm, mert előutóbb kiég belőle a szén, és szó szerint elég a fém, elporlad. Tehát tudom azt, hogy egy damaszkolt pengénél van 228 ütésen nagyjából, 16 melegítésen, nem 17, nem 15. És a legutolsó ütésnél reped a fém, amit itt látok, azaz, utolsó két ütésnél megrepelt, kuka. Azért kaptam meg ilyen olcsó. Egyébként meg centiméterét a 4-5000 forintért adják. Szentendrén meg ilyen 10 forintért bementek. Igaz, hogy minden oroszul van kívülva. Tehát a damaszkolás lényege az, hogy egy kemény, vágásra tökéletesen alkalmas, de rendkívül rugalmas anyagot fogunk kapni. A francia mestervizsgán, a franciáknál van egy olyan, mint nálunk a hagyományok házad, ez egy hivatalosan elfogadott intézmény, ahol 6 évig tanulják azt a régi ősi francia mesterségeket. A Büsszön, Varázs, Goberen, stb. Aki kovácsolást tanul, annak a mestervizsgán damaszkot mengét kell bemutatni, de nem csak így, mert szép dolog, ma már ugye úgy gyártják a damaszkot mengét, hogy lézerre belégetik. Nagyon szép, csak nem az. Fogják a hat mesterünk damaszkot mengét, befogják, és stb. Ráhúznak egy méteres vascsövet, és meghajtják 90 fokban. Hogy elengedi, az visszaugrik. Megnézik, hogy egyenes. Megint ráhúzza, elhajtja az ellenkező irányba. Elengedi, visszaugrik, törik, vagy úgy marad. Tehát el is törhet, meg úgy is maradhat. És ha mire egyenes marad, akkor megkapja a mestervizsgáját. 16. században Magyarországon egy szabját kellett bemutatni a kardkovácsoknak, és egy hegyestőr. A hegyestőr majd később szó lesz, azt nehezebb elkészített, mint a szabját. Gyakorlatilag egy másfél méteres szúrótör, aminek át kellett tudni minden kártyát. És nem szabott eltörni és torgulni. Tehát ez volt a dzsambiánk. A jatagán egyébként az egy nagyon késői találmány. Bár Szulejmánnak volt jatagánja, de a törökök nem nagyon használták ebben a korban. A jatagán általános használata az igazából 18. század végén, és főleg a balkáni népeknél következik. Nem tudom, hogy nekem nincsen ilyen, de az a kép, akkor egy dupla éle van a fegyvernek. Rövid ilyen. Az azért van, mert az első homorú élébe belekap a bőrbe, a másik pedig csombor. A következő. Karvér. Karvas vagy karacél. Lengyelül kárvász vagy karacél. Ugye Bátor István, aki lengyel király volt, előtt ugye erdélyi fejedelem, ugye gyakorlatilag itt lehet árakni. Törököknek ilyen zsanéros kivitel volt, többfajta kivitel van, de mindig nagyjából ez. És itt látható benne egy pengevájat. Majd később beszélni fog a szabját, hogy mi célt szolgál ez az úgynevezett pengevájat vagy merevítés. Ugye Bátor István az, aki kiviszi a magyar huszárságot és a magyar hajdukat Lengyelországba, és akkor jön neki. Lehet, hogy már előtte meg volt a sáblán kifejezés, a szabja, a hajduk ugyanúgy használják, és a karvas ugye gyakorlatilag átvették szó szerint, a kárvásznak mondják, vagy karacélnak, van egy gyerek. A merevítésnek az a lényege, mint a szabjánál is, ha megnézitek, ez itt egy eredeti dolog, itt a cél.
széles merevítés van, ez egy 19. századi. Mi cél szolgál? Hogy? Merevítés szó szerint. A hévsint, meg is tartsanak az, hogy vonatsin előttetek, ami így jön. Hát minek van az ott lenne? Hanem nem egyszerűen egy ilyen vonatsint csinál. Bizony. Tehát igazából azt nem kovácsolják, mert 10 méteres itt, hanem hengerelik, tehát óriási hengerelő gépek vannak, fölerítik az anyagot, bedugják és összenyomja, és végig hengerelik. Nem tudom, hogy hányszor, valószínűleg jó párszor. Ugye ezeket, kisebbeket ugye kovácsolták, bár ma jártanak olyan szabai cégek, akik szintén áthengerő, de nem a legjobb, a kovácsolás a legjobb technika. Ezt úgy lehetne érzékeltetni, mintha fogtok egy A4-es lapot, ha így lerakom, az el fog dőlni, ugye? Most ha belehajtok egy ilyet, így már meg fog állni. Mert merevítve van. Ezért nem mondjuk vércsatornának. Ezt tanultuk mi is, hogy azért van ott, ha belenyomom valakiben, akkor nem menne bele, csak akkor kijönök a vére. Jó? Tehát nem, ennek köze nincs hozzá, egy nagyon szép legend, az is semmi köze nincs a valósághoz, arra szól, hogy merevítje a pengét, és alaposabbá teszi. Akkor térjünk át talán a megjelenő fegyverekre, a 16. századi magyar végváriaknak, ez a szabja. Én mondtam a szab igéből eredetileg, nagyon fontos török fegyverekhez képest visszafelé döntött a markolata. Tehát a súlypont még jobban a kezem alá esik, és a másik, az emberek a csuklója valami nagyobb szöget jár be így, mint így. Ezáltal a különböző cselvágásoknál alá tudok jönni az ellenfél fegyverének, mert be tudom rejteni a fegyvert. Ha egyenes lenne, vagy visszafelé, akkor így tudok tartani. Sokkal nagyobb a lehetőségem a körüléses mozgásokra, meg van törve a fegyver, és magánál a húzásnál is. Hiszen a szabjával vágok, ezt úgy képzeljétek el, van egy kenyér, ezt nem tudjátok így vágni. Egy karda úgy vágnám, egy szabjával így, szabjával szalom. A másik a pengevájat. A végvári korszakban jellemző hármas pengevájat volt, egy pengemerevítés. Ha köszönülték és nem beleütötték, akkor pengekönnyítésnek is mondták. A nagyon sok végvári fegyver Genovából származott. Ilyen félhold alakú kis pontozott a genovai beütők, nagyon gyakori volt. Hát a magyar ipart azért rendesen megölték abban az időben, főleg ugye, hogy a végeken nem kovácsolgattak, ott inkább forgatták a szabját. Tehát itt egy dupla pengevájat van, de a legjellemzőbb az a tripla vékony pengevájat volt. Ugye a 19. század rájött, hogy fölösleges itt hármat belütni, elég egy széles műtet, és tökéletesen megölni. Ennek az elkészítése, én ma nagyon kevés kovácsot ismerek, aki ezt fog egy kalapácsot és leüt egy szabját. Rendkívül, ez mindig 8 évet kell hozzá gyakorolni, ezt sikerüljön. Ezt úgy készítik, hogy képzeljétek el mondjuk egy csupasz penge, olyan 35 darab. Tényleg könnyű. Nem véletlenül az eredeti múzeumi darabokon nagyon ritkán látni csorkulást. Egy vívómester a húskeresésen a másik pengét, a pengetáról. Nagyjából képzeljétek el most, egy ilyen, ezt úgy mondták, hogy acélpogácsát képzeljetek el, tehát vagy pogács alakú volt, vagy hosszabb, ma ilyen hengyel alakú van. Nagy érdekel ekkora, ami 35 dekának felel meg. És ebből kell lenni a szabját. Annak hívesnek kell lenni, akkor benne kell lenni a pengevájatnak. Ugye ott, ahol a pengevájatot belegyünk, mi történik az anyaggal? Zömül. Zömül. A súlyában nem fog veszíteni, csak belezömül az élébe. Azért voltak ezek az acélok ennyire rendkívül jók. Már a 18. század végétől is az iparosodással már igazából kovácsgépeket alkalmaztak, ugyanúgy, hogy vízifűrész, meg vízimalmok voltak, vízi kovácsmérjek voltak, a vízenergiát használták, hatalmas nagy kalapácsokat képzeljetek el, olyan, mint a mai nagy kovácsgépek, láttuk ilyet, gyakorlatilag oda állt alá, tolta a pengét és ütött rá. Ugye ma egy kovács nem akar kalapáccsal ütlegelni, akkor vesz egy Ajax márkájú gépet, már nem gyártják.
másfél-két tonnát üt egy ilyen gép. Tehát közel van a szomszédod, akkor hozzunk szólni fog. Mi történt? Körülbelül van két és fél méter mély az alapja egy ilyen gépnek. Körülbelül elfogja a sárhágalat. Tudod, hogy rongon egy pedál, és akkor Kovács így tolja a pengét, így kiveszi a tűzből, tolja a pengét, rálép, és üt. Tehát egy olyan kérdésem van, hogy világ első, egyik első szab jelenlete. Egy időben jelenik meg három helyen a szabja. Segített Kaukázus, Nyugat-Szibéria és... Hát a régi azt tudják, Kárpát-medence. 670 Krisztus után nagyjából egy időben a megjelenés a szabjának. 670 Krisztus után, akkor melyik népessége Magyarországon? Avarok, melyik avarok? Késő avarok, vagy griffesítás avarok. Van egy olyan elképzelés, ezt Hidán Csaba is osztja, hogy elképzelhető, ugye Nyugat-Szibériából Kaukázus térintre érkeznek meg az avarok a Kárpát-medencébe, elképzelhető, hogy ők találják fel ott és hozzák magukkal a szabját. Bár azt tudni kell, hogy a koravaroknál már ott van az úgynevezett protoszabja, ami arról szól, hogy egyenes. De a szabja azért szabja, mert íves és nem görbe, hanem íve van. Egyenes, de már van fokélet. Aztán lesz egy tört markolata, és a végén kap egy íve. Ez beletelt egy 200 évvel. Nagyjából mire erre a formára rájöttek. Tehát ennek van egy nagyon kemény kötődése, és ugye, amit elmondtam, a 18. században 32 országba terjed el, nem csak a szabja, hanem a vívástudomány, és a lovastudomány is, és a lótenyésztés is. Ha belegondolok, hogy egészen 2000-1990-ig Magyarországon a legnagyobb rendőrló exportőr a világon. Most van 40 lovon csak. Hollandon meg átvették. Természetesen. Amit itt láttok, ez egy eredeti darab, az Afrikában lehetően egy piacon a bületéneket kapni, hál' Istennek. Ez egy kopt keresztény etióp szabja. 1870-ből már a nikkelezett változat, onnan tudni, hogy egy nemesi pengéről van szó, és a díszítéséről. Most ha ezt megfogjátok, ez egy mai haditorna pengé, mai Kovács remek, ami igazából nagyon nem remek, és megfogjátok ezt, szerintem a súlya a fele, vagy még kevesebb. A markolat az nem eredeti. És hát ki volt a magyar szabjának az ellenfele a végvári korszakban? Ez a török samsír. Igazából perzsa szó azt jelenti, hogy oroszlán farok, mert az oroszlánnak a farkára emlékeztette őket. Tehát a kutyafül meg a disznólág után nem lett meg minket. Ez egy kicsit keskenyebb penge, szintén faragott vagy vésett. Minden szabjának van fokéle, csak nincs mindegyiknek kiugró fokéle. Ugyanúgy meg van húzva. Ugyanúgy a 19. századi angol pengéknek és az összes többinek. László Gyula bácsi írta a könyvéből, azért volt jó a fokél, mert akkor sújtott az el a magyar honfoglaló, és mellé ment, akkor alulról fölvágta a vonat a hasát. Hát nagyon szép, csak nem igaz. És sújtott is, már alá meg a lóval áll, és oda köszönök az elef, hogy várjál, már fölvágom a lóvalnak a hasát, de nehogy levágja a fejem. Jó? Tehát közel nincs hozzá, a fokéles vágásokat arra használták, hogy az ellenfélek az ujjait tudták vele lemetszeni. Ami nagyon egyszerű. Tehát kicsit emelt ujjakodásság. Tehát jön egy sima vágásom, megcsúzom a pengét, oda jövök, és leláttam a nagy ujját. És lehetszettem a nagy ujját. Lehet bármilyen erős valaki új nélkül nem tud harcolni. Ugyanezt vágok egy nyakvágást, átfordítom, és ott van a szemem. Ugye az íve véget, ha megnézitek, és már ott vagyok. Ha megnézitek, egy csukló fordítással 40 centit tudok bele nyerni. Minél ügyesebb a penge, annál jobb. Ugyanilyen különböző ujvágások, tehát vágok, kivédik, átfordítom, és átvágom a kézhátom az iramat. Vagy levágom a négy ujját. Erre való fokért. Azt szoktam mondani, hogy egy sportfúgó mestertől kérdezték a minap, hogy miért van az, hogy az összes sportolók közül az egyik legkiemelkedőbb ujja a vívóknak van, és azt mondta, azért, mert a vívás szelektálja őket. Ez egy intelligencia sport.
Én azt szoktam mondani, hogy fejbe dőlem minden, a fejbe már csak kivégzése volt. Tehát, nagyon fontos újítás volt a fokél, és az is számolva van, hogy a Szent Istvántól a magyarok eltörték a szabját a térdükön, és a végváriak meg átvették a balkáni szervektől. Tehát ezt most már szerencsére akadémikusok is cáfolják. A magyar szabja nem csak unoknál, jászoknál, besenyőknél, kálizoknál, sok székeknél volt jelen Szent István és fogalmazunk másik Lajos között, hanem ugyanúgy a magyar hadinépnél is. Kivéve azoknál, akik természetesen hostess módra, tehát vendégmódra szerelték föl magukat. Már csak azért is, mert igazod, hogy milyen drága volt egy lovakkori felszerelés, a magyar katonaság túlnyomó része az könnyű lovas íjász volt. Jó, hoztam a rendesen És csak annyit tennék itt zárójelbe, hogy más a könnyű lovas íjász és más a nomád lovas íjász. Attól valaki nomád, akkor nem lesz harcos. Az, hogy valaki jurtára jurtára vágtázik, dzsigitel a gogol és uriongat, attól még nem lesz harcos. Azt, amit ma egy hagyományőrző showbemutatón látunk egy lovas íjásztól, hogy lövöldöz az íjat, az nagyon szép, egy ember csinálja. Nem biztos, hogy 10 ember ugyanazt a produkciót meg tudja csinálni köteléknek. Mint hogy nem is tudja. Az egy modern sport, de nem az, ami itt volt 500 évvel ezelőtt. Tehát a következő voltatok, Szabja. Mi? Igen, arra nem térünk ki, maradunk a végváriaknál. Következő darab, ami nagyon-nagyon kedvelt volt a magyaroknak, úgyhogy ezeres kapitány, sok itt a pedagógus, nagyon gyors pedagógiai eszköz, de azt mondom, amit semmi más nem tudom. Egyik fületembe, másik. És egy évben van. Tehát ez a csákány fokos. Van egy szép nagy csőre. Amit itt látnak, ezek a, ami nem eredeti, az mind hiteles rekonstrukció, tehát kutatási engedély után vettük le a méreteket, nagyon nehéz már kapni bizonyos múzeumoknál, bevittük a kovácsot és legyártatta, tehát ez mind ezek az eredetek, ahol így néztek ki. Volt több változat, ez volt az egyik legszebb darab, amit én láttam. Ha ezt megnézitek, itt semmi nem hekesztett, itt semmi nem mart, semmi nem köszönült. Amit itt láttok, akkor ez itt mi? Ugyanaz, ami a karvason, ami merevíti a karvas. Mert ha kap egy ütést egy szabjával, az horpadni fog, de ha van egy merevítés, akkor nem fog horpadni. Ez itt a merevítés. Gyakorlatilag az anyag össze van zömítve, van egy célszert, számuk ugyanúgy, hogy ódol, ezt befogják szépen a kovács csatúba, ezt fölhevíti, és ezzel a spetes, nagyon hideg célszert számmal beleüti ezt a homorú formát. Innen is, meg innen is. Összezömíti az anyagot. Hiszen én kiköszörülném belőle, mit történne? Eltörne. Az első csapás, ami fog eltörni, két. Ugyanúgy, mint a nyakunk. 15. század végén a francek föltalálták azt, hogy ugye nagyon sok volt a nyakszintörés. Miért? Maradt el egy ilyen jó sisak. Van egy ilyen jó kis lószörvérés. A lószörvel végzetik a sertéssel van nyúlva, az nem neveződik össze. A birka az összeneveződik, az kemény lesz, az nem jó. És kap az emberük a fél egy hatalmas ütést. Nem fog betörni a koponyája. Egy kis agyrázkodás kaphat, de az mindennapos volt. A novától is kap, hogy a novától is kap az ember. Ha nem, mi fog eltörni? A nyakszirtje. Az lesz itt fel. És franciák kitalálták, hogy egy darab pogácsával leütnek egy sisakot, ami ráír a várra. Ezáltal az ütés energiát a vár fogják nyerni. Azok, hogy várat gyerekek voltak, az írták. Tehát ez itt a csákányfokos, sonfanyér, ez a legjobb, én a gyakorló szabját is sonfából készítem, nagyon fontos, új holdba kell vágni, és ez nem legenda, ez működik. Új holdba vagy új jó holdba, farkas napjától sevestjén napjáig, az a legideálisabb. Gőzöld és tizenedre. A sonfa nagyon bír, ez 5-6 év, minden más fa az egy év alatt tönkre megy. Bárki bármit mond, én 10 éve készítek faszabjákat. Tehát mélyített, nagyon fontos, minden esetben mélyítették a vasalását, ez azért volt, hogy ne akadjon be szétszer az ember dolmányát, hogy mindenhol beakad, ha nincs mélyítve. Másik meg az, hogy nem a fát fújják ütni az ellenfél, hanem a vasat, azt megütheti.
egy darabból kovácsolva, és mivel fúrógép nem volt abban az időben, legalábbis Eszter a gépet már a római császárok ismerték Krisztus után 100-ban, na de a fémet nem, akkor hogyan igaztották ki? A köpülyét. Hogyan lyukasztották ki? Hát van egy lyukasztó, mert a fa belejön, milyen? Vágóval megkapták és hogy? Vágóval a kovács. Igen, már pontosan. Kiütötte belőle melegen. Tehát az igazság, hogy megkaptam ezt csak a fejet, fölvetöttem egy damira, megpengettem, és így hallottad egy fél percig. Teljesen zárványmentes az egész. Amit ahogyan hordták, voltak egy úgynevezett fegyverről. Ugye ezen volt a szabja. Ott vannak a szabja függesztőveretek. Ugye itt van a két szabja függesztőveret. Nagyon fontos, hogy lehessen eltolni jobbra-balra, mert gyalogosként másképp fordul, mint lovason. És itt van egy karika. És ide betoltak. És ha szüksége volt rám, egy revolvert, mindjárt szövem el, egy revolvert elő tudta rántani. A honfolók okosabbak voltak, bizonyos fokosokban látható egy ilyen kis rugólap, ami rá van forrasztva. Ide. Tehát gyakorlatilag úgy képzeljük el, hogy így van egy rugólap. Tudod, érted? Így. Ragasztott a karikát az övbe, és csak le kellett takasztani. Gyorsan elő tudta venni, mint húzni. De hát ugye az ókorról mit tartották, ugye mindenki azt hiszük, hogy minél előre megyünk az időbe, annál bölcsebbek vagyunk. Az összes ókor úgy tartotta, hogy a kezdet volt a világosság, és utána csak a sötétedésre. És ők ezt tudták. Tehát, itt hordták a csákányfogost, ez kizárólagosan lovas fegyver. Hajduk más típusú, összes fegyvert nem tudtam elhozni. Ez egy hajdú fegyver, erről majd beszélünk. Tehát ezt lovasok használták. Egy olyan kérdésem, hogy szerintetek, ha be van fűzve ide a lyukra, a karikában, hogy hordták? Így, vagy így? Hátra? És miért? Ne dőljön be! Ad valószínűleg a sálló sem védeni meg, ha lehet lepottyan a lóról. Még egy gyakori volt. Belejön. Akkor már inkább a vesény. Tehát így hordták, de ez volt az egyik indok a valószínű. A másik pedig az, hogy ez belevenem egy páncélba, ki tudom húzni. Hát gyalogosan igen. Na, de akkor egy átlagos hány kilométer per órával vágtál itt? Egy nagyon átlagos. Tehát amit azért egy lónak meg kell futnia, mert ha nem, akkor azért betöltik volna. 40 kilométer. 40 kilométer. Hát 50. 50? 50-et meg kell. Átlagosan. Mi? Átlagosan. Hát nézd, biztos, hogy egy végvári korszakban egy ló nem futotta meg az 50-et, ott jött a munkatöltő. Ő keményen. Akkor mennyire kerekezik. Hát azt leírják, hogy volt, hogy üldözik a csapatokat, és a lovak felepusztul az üldözés. Tehát ott aztán nem olyan pacakoltak énekkel, nem voltak állatvédők, meg ilyesmi. Nem volt ez jó dolog, de hát ez szükséges, hossz volt. Tehát visszatértem, ha az én lovam 50-nel megy, de menjen csak 40-nel, de menjen 50-nel. A török 50-nel megy. Ha becsapódás 100 km per óra. Ezt úgy lehet nekik próbálni, ez a pókhálós, ne próbálják ki, ne rám hivatkozzatok, hogy egyik ötök vezet az autót, a másik rovaszol. Ugye már, hát rosszul, és úgy az ablakot, azt mehet elég balastottám le. Hát, ha valaki kihúzza, arra lefizetek. Hát, valaki nem fog maradni a fegyvert. Jó? Tehát a fegyvert viszont nem jó dolog elveszíteni. Ezért valószínű, nincsenek, nagyon kevés leírásunk van. Igazából arról semmi, hogy hogyan vagy miként használták, azt tudom elképzelni, hogy ha valakit 100 km per órában melberelnek, ezzel nem hinném, hogy egy regre fog maradni. Vagy legalábbis úgy ráhapod a páncél a melkasára, hogy nem biztos, hogy levegőt fog kapni a balónapban. Tehát egyébként van egy ilyen anekdota, kettő is, az egyik a osztrák-porosz háború, amikor a talán, hát nem tudom melyik császár, utána nézve a forrásnak írja az osztrák és magyar királynak, hogy vegye el, akkor fölállítja a harcrendet, a magyar huszároktól vegye el a csákányfokost,
Tehát a porosz vértesek nem hajlandók csatasorban, hogyha a magyar huszárokkal kerül szembe, hanem a félelmesek. Ugye ebben lovagias hadviselés volt, tehát tiszteket nem támadtak, stb. Hogyha párbajra hívták egymást, akkor csak is azonos rangon hívták egymást párbajra. A középkorban jön itt volt, ugye van ez a elterjedt dolog, hogy a tisztelgés honnan származik. Nincs? Sisakfelemelés. Sisakfelemelés, én is ezt tudtam. De mondtad el is, hogy akkor a kezem tiszta fel tudjon felé. Hogy? De a kezemben nincs ilyen is, hogy így volt felé. Az a baj a sisakos tétfelemeléssel, ugye a két középről ülő, aki állt egymással, ugye most igazából a franciákhoz számoztatják ezt, de egy középről lovag, a címeréről nem ismerte fel a másikat, akkor az felejtő volt ott, hogy ő leálljon bajgad arra, vagy tornára. Mert igazából itt két verzió van, az egyik, és most elfelejtettem, mert két órát aludtam, mert két kisgyerekem van. A másik viszont, amit a Zahar József professzor itt tanított, és sajnos elhúgy mondta, hogy a 18-17. Századi maga a tisztelgés, az, hogy a gránátosoknak volt ez a bőr és medve kismányok. És egyszerűen azért, hogy akkor tisztelték, hogy le kellett venni a falkot vagy a süveget, de tőlük azért nem váltották el, mert elhitetlenül súlya volt, és hogy innen jött. Csak oda lehet a kezét, mint a levennek. De nem biztos, hogy ez egy földelített dolog. Tehát ott tartottunk, a másik anekdota pedig az, hogy amikor Napóleon csapatai betörnek Magyarországra és egy jót időnek, akkor azért Győrnél veszítünk, de azért jó pár kisebb csatát megnyerünk meg portyákat. És a francia dragonyosoknak, a sisaknak a jobb oldalán vannak ilyen rombószalakú lyukak. Ott bement és kiment. Az a még gyorsabb felugója, az extra gyors felugója volt. És nem tudják egyébként a franciák, hogy ez mitől származhat, mert bolyó nem lett, mert rombószalakú és nincs tűrkornya. Ilyen ebben az időben is közelről lőttek 2-3 max 5 méterre. És ez akkor köszönhető, hogy a szabja, a viselet, a lovaglótudomány, a vívótudomány elterjedt ugyan 32 országban a világon, de Csákányfokos nem. Lengyelek használják, Bátor Istvánnal, igen. De egyébként nem használják, a Csákányfokos valamiért nem veszik át. Valamiért nagyon sajátosan magyar harci tulajdonság maradt, ugyanúgy, ahogy a szkíták már 8 féle fokost ismernek. Fokosbalta, a Csákányfokos, a Fokosbár, a nem tudom pontosan minden 8-at, ezt igencsak gondolom jól tudja. Tehát már megvannak a különböző fokosbalták a szkítáknál, és érdekes módon, hogy a hunoknál nincs. Régészeti lehetőség, a hunoknál nincsenek fokosok. Tehát a mi mondáink legyenek, nem ezt mondják. Lehet, hogy csak nem temették bele. De furcsa, mert minden másképp beletemette, mert az a legolcsóbb dolog volt egyébként. A fegyverek közül egy-egy fokos lejönni. Tehát ez volt a csákányfokos. Ez itt egy hajlúfegyver. Hát nem egy bonyolult történet, ez gyakran ábrázolások, mint a sávére hátra. De ennek van egy nagy előnye, ezzel csak támadni lehet. Tudjuk, hogy én nem láttam soha úgy versenyen nyerni senkit, Szabja Viásról van szó, hogy védekezik. Olyan nincs. A másik meg az, hogy a vívás, a Szabja az védekező is támadó fegyver, oda ész kell, ehhez nem kell. Hát a hajdukról nem is írták el, hogy sokkal töltötték volna az időt. Nem egy bonyolult, a legközelebb behozok egy másik nagyon érdekes fegyvert, az a fokosbárdot, majd csinálunk egy kis hét, és bemutatok pár nagyon érdekes defegyverző technikát. Azzal is lehet azért kicsit bűvészkedni. Na, a következő... Ez balta, fokosbalta. Na, ez itt Nemzeti Múzeumban kiárt, és kinézte meg Kini Zsipának a láncingjét. Lengyelül misurka, magyarul láncos sisak, sodronyos sapka, ilyen volt a sírjában. Én nem vagyok egy izmosabb típus, de Kini Zsipának a láncing nem jönne rá. Alacsonyak voltak azok az emberek. 48-as dolmán sem jönne rá. Nem kis darabberek volt egyébként. De azért erősek lehettek, mert ha megnézzük, homos voltam hajnóhatházon, csináltam egy törökkori kiállítást, egy galériám, és 7-5 órát adtam le, tehát a fogyatékos gyerekektől kezdve, hát 50% egyébként cigány. Ott mondták nekem, hogy itt nem probléma az, hogy valaki cigány. Hát ott már túléltek ezen, hogy Budapesten itt érzelik, és magyar cigány, meg cigány. Csak azért tűntenek ezek, kívtam a gyereket, 3 cigány gyereket, 3 magyar, és fölöltöztetem őket, egyiket töröknek, másikat magyarnak, és az volt a feladat, hogy mondják, hogy kinek van öltözve. Harmadikusok voltak, és egyik cigány gyereket rá volt tekerve a turbanon, és ő török vagy magyar.
Megint megkérdeztem, hogy nem az a kérdés, hanem hogy viselte alapján, hogy néz ki. Cigán! És akkor mondta a polgármester, hogy ez itt nem bolond. Viszont nagyon szomorú, nem tudom ki jön a hallgatóság. Valaki mondom, a hajószomorú hajnőször, hát nem tudtunk inni egy kávét. Bent a belvárosban, azt hittem, hogy a külváros. Úgy néz ki. Egy kávét nem tudtunk inni. Nem, hajdúhatházban. Minden be van zárva, hihetetlen. És azt mondták, hogy a Nemzeti Dohányboltban van egy kávé automat, amivel józan eszőnben nem iszik. Szóval nagyon, nagyon elszomorító a helyzet egyébként ott telepen. Tehát, voltak ott? Ja, a láncos isak. Tehát Kizsipának egy ugyanilyen láncos isak volt. A sírjában nem azt jelenti, az övé volt, neki tudja, mit tettek bele. Neki. Szerintetek ez hány darabban van? Ez 16 mm-es a külső átmérője. Amit csak törökök hordtak, a magyaroknak 8 mm-es volt a külső átmérője. Nem, a sodrony. A sodrony átmérő. A törököknek volt nagy, oroszoknak egész nagy 22-es is lehetett, és el volt lapítva. A törököknek, szpáiknak, janicsároknak lehetett kicsit nagyobb. Ez hány darab? Én fűztem, úgyhogy tudom. Ja. Na mennyi? 16 ezer. Nagyon sok 16 ezer. 1000. 1000 és 1400 között. Mostan? Na most a magyarban, ugye ha fele, akkor az azt jelenti, hogy négyszerese, ugye nem volt meg matekos. Figyelmeztette. Nem a duplája. Tehát, egy láncigben mennyi van? Tehát egy láncigben úgy képzeljünk el, hogy csuklóig ér, comb középén. 8000, 10-nél több. 24 ezer körül. Nem is az a lényeg, mert 24-et összefűzni össze lehet. Én ezt csináltam egy ilyen 8000-eset, 4 hónapig, vasút éli hónapok. Hanem az, hogy ezt nem csak fogták, és ezt úgy csinálni, hogy ráhajtják egy, ha akar egy 6-os szemet, akkor ráhajtja a belsőt egy 6-os vas budor ráhagy, és utána átvágja. Utána szétfeszíti, vagy igazából nem kell meg a vágást, nem? És akkor összetolja, ugye? Hogyha ez össze van csak egyszerűen tolva, viszont ilyeneket nem használtak soha, ennek nincs értelme. Hanem szét van nyitva a szemünk, a sodronc szemünk, elkalapálja laposra ezt, meg ezt, átfúrja, és összeszegecseli. No, én nem tudom, hogy férfiak végeztek ilyen munkát. Olyan 14 és 18 között ez nagyon-nagyon változik. Igen. Na most azt tudni kell, hogy mondjuk egy ilyen a kinizsírt megnézitek, az nagyon vékonyka. Maga a szemek ennek a fele. Ennek 2 milli az átmérője a magának a vasnak. Szerintem az nincs 1 milli, vagy legyen max 1 milli. Tehát könnyebbet is lehet, én azt mondom, hogy a 12 és 18 között változott. Hát biztos, hogy az oroszoké, törököké, 22-es szemek ellapítva, az biztos volt 18 kiló. De, Nem tudni. Most azt mondom, ki mikor, hogy berakta, kiét rakta bele, lehet, hogy kinyzsét nem akartam, hogy értékes volt, és akkor berakták Józsi bácsiét, tehát nem. Nem tudni. A másik az ugye, hogy a rákozott vért alatt, ugye a lovakkorban még ugye nem jöttek rá arra, hogy teljesen fölösleges és sodron vértet hordani a lemez vért alatt, de hordták. Sodron, így arra a vért. Hát az lazán ilyen cakopnak az egész vetett 25 kg. Aztán rájönnek, hogy teljességgel fölösleges, és akkor marad csak a lemez vért már mondjuk a nehéz dolgosságnak. Vagy azokon a részeken, ugye akkor majd hozok el egy képeket, következő órán, hogy ez egy fegyvert kaváltak, és nem ezon voltak alatta, mert maga, ha erre én kapok egy ütést, az eltörő. Átvágni nem lehet. Eltörő. Ez azt csinálta, hogy volt egy puffer réteg, ami úgy néztek ki benne, kicsit, mint a Michelin bobák. És arra húzta rá,
a sodorok. Úgy néztek, hogy az amerikai focisták egy-kettő. Orosz ábrázolásokban nagyon látszik, hogy hihetetlen nagy ilyen fegyverkabátok vannak. És akkor kitalálták egy időben azt például a mongolok is, hát hogy van a fegyverkabát, de hogy a fegyverkabátot át lehet szúrni. Hogy maga a fegyverkabát átadja az ütést is. Tehát azért kell egy merev réteg. Na, de ahol kilátszik a testrész, oda mit csinálnak? Rávarták a sodroncelleket a fegyverkabától, ahol kilátszik. Tehát ott nagyon súlyozták ám a kilókat. Ugye a harctéren a legfontosabb volt a fegyvered után a víz. Tehát akkor hunyadék a tölke szembe 3 napig állnak a napon. És ahogy is utána csatán is kellett. A nem volt fizet, tehát a víz. A másik kérdésem az, hogy vajon egy ilyen trombónak is mondták egyébként, a témul ezt a fegyvert, nem csak pisztolának, át lehetett lőni a láncinget. Függ a távolság. Hát igen, de mondjuk 5-6 méter üsütöttünk egymásra akkor. Annyit mondok, hogy sokkal gyengébbek voltak az akkori időkorok, és lágyítószalmot használtak, nem olyan kemények, mint a maiak. Mai előtt és fegyőleg lehet kapni a golyót, az mondja a vaskeménységű szinte, nem kemény. Tehát simán átlövi, probléma nélkül. Még 6-ot is átlő. És egy ilyen másfeles felület edzetlen ezért, tehát át lehet tűnni egy korodai pisztolya? Nem? De bizony. Ezek ilyen legendák. Már a korban is úgy hamisították ezeket, hogy beleütöttek egy vasgolyót, és eladták úgy, hogy ez bírja. Ezt egyébként kb. 5 évvel ezelőtt a 6-15 munkatársai fejtették meg, egészen mindenki tanított és doktorikat írtak róla, hogy akkor lehetett, akkor vették át a páncélt az angolok és a franciák, a 18. század, hogy ha rálőttek, és ha nem ment át, akkor átvették. Ez nekem erre sántított, hogy elkészítek egy páncélt, nem fog belelőni. Ez az egyik. És utána úgy fogunk hordani, hogy itt van egy udor. És most fejtették meg, hogy nem, ez egyébként is hamisítások voltak. Akkor is voltak. Tehát igazából átvitték ezeket a vérteket, probléma nélkül. Akkor viszont az a kérdésem, hogy ami nagyon híres ígyünk, nézd meg, megjegyezni a nevét, ezt le kell mondani, hogy összetett, merev szarvú, visszacsapó íny. Már sokan mondják, hogy reflexnek mondják, hogy az nem magyar, hanem visszahajlónak, mert nem csak vissza. Ez tény, hanem visszahajni. Összetett, merev szarvú, visszacsapó íny. Lehet így visszahajlónak is, vagy reflexnek, az ugyanaz. Hogy miért összetett egy ilyen íny? Azért összetett, mert 5 ember így elkészíteni a világot. Egy kanadai és 4 magyar, és ez így volt a 10. században, amikor a prágai piacon arra források szerint egy magyar ír 250-t adtak. A korabeli haditechnikának a csúcsa volt ugyanúgy, mint ma, nem tudom, az Apache vagy a Tigris helikopter. Azért pedig más idő, hogy kapnátok helikoptert, mert biztos, hogy mit tudnátok vele kezdeni. Kirakjátok a kertbe, kaptok fel a virágot. 250. Egy magyar inger. Tehát miért összetett ez az íj? Miből van? Szarú, íj, és? Kiszapa, és? Vagy? Mivel ragasztják? Milyen engyel? Rugalmas. Legenda. Tokhal engy legenda. Bőreny. Sima bőreny, jó büdös. Tudom, akkor főzött. A mai készítők, a barátomban nem csinál titkot, itt rákutató professzor a Semmelweis Egyetemen. Nem csinál titkot, francia bőrenybe tesz. A tiszapában a jó, melyik az a fa, amit előszeretettel használtak? Gyakori, gyorsabban nő. Nagyon kemény, nagyon rugalmas, sokkal jó. Juhar! Egész pontosan juhar vagy tatári juhar. Források többet említik a tatári juhar. Tehát az egésznek az alapja, tehát a fa, az végigfut az egészen. Itt vannak a merev szarvak, hiszen maga a szarv, úgymond az nem dolgozik, hanem csak a dinamikus része. Ugye, ha fölhajzottam, akkor így fogom fogni. Tehát ez az eredeti, mert visszahajtom. Ezért nagyon különleges, ugye Európa a mai napig lombókat, hosszúkat használnak. Tehát, mi van itt belül? Már mondtuk az összesen, amit felsoroltuk, mi? Az van. Akkor ez itt mi?
Akkor ez mi? Ezek az inak. Mit csinál az inek? Helyes? 20. 20. Mit csinál a szaruk? Tol. Ezt ma a nanotechnológiának hívjuk. Jó? A megnézzük felhúzásnál. És egyébként az is legenda, hogy melegen viszik föl gyurmállapotba a szarut. Hidegen viszik föl rá. Ugye van egy ilyen, hogy akkor fölmelegít, és akkor ráviszik, mint egy gyurmát. Nagyon hangzik, ez az ördnadrág. Tehát, itt látható, ez egy teljesen hiteles rekonstrukció, ez műgyantából van. Elmondom, hogy én nagyon ritkán lőök azzal az íjjal, még akkor is, hogyha egy országos versenyen 12 díjból 11-et hozok fel azzal az íj. Tehát 12 veszőt próbáltak, 12 különböző súlyozású, tehát az a lényeg a felhajzásnak, a célalakújokat a legnehezebb, mert kifordulat és akkor eltörik. Ez nem fog, mert egy antal. Hogy ellentétes irányba feszítem. És ez lesz belőle. És itt. Látható, hogy milyen szépen dolgozik. Ez 50 fontos íj, az azt jelenti, hogy nagyjából 24 kg-nak felel meg. Ezt úgy kell elképzelni, hogy itt van egy gyermű kovácsoltvas esző, és egy 24 kg gyerek ráhal. Ez a 24 kg ott van a hegyében. Meg a másiknak a felébe esetleg. Tehát ezzel a középkorban kivettek volna. Odották volna három gyereknek, hogy játszom vele. Tehát, ma a lovas hiászok, ha 25 fontos híjakkal lövöldöznek, ha 14 másodperc alatt kikerül 10 veszély, az teljesen jó. De az így az nem úgy szól. Tehát ebben az időben, ha eltalálták az ellenfelet, szerették volna, hogy meg is hal. Tehát a, például, ha valaki látta, nem is tudom, 6-7 év a tatárjárás kiállítást a Nemzeti Múzeumban, ott volt egy íj. Egy eredeti mongol, 13. századi íj. Hát az ez 60 fontos. Vékony, na a triplája volt. Nem véletlenül a Genghis Khan testvére tartott egészen 3 évvel ezelőttig a távlövés világrekordját. Vagy a Mónus József megdöntött a Nevadovics József sivatagra. Azt hiszem az a testőr nem ült 501-2 métert, és ő ült 520-at. Most már megjött a 703-at. Tradicionális íjjal, tehát nem jöjjön csigással, mert nem hiszem. Viszont látszódik is, akár ugyanúgy, mint az kita sírokban, látszódik az angol lombóhiászoknak a sírjaiba, a nagyon komoly ízületi torzulások, gerinc torzulások egyébként, hogy egy oldalra húztak. Itt minden másra. Tehát ez az íj, meddig viszel, mint ez az íj, ami egy 50 fontos íj, meddig viszel szerintetek a 45 fokba lövő távolság. 200, igen, a 240 méter, tehát mondjuk egy két focipályát hosszával át tudunk vinni egy ilyen ízre. Egy sima gyerek is elvisz a 70-80 méter, tehát egy 20 fontos probléma nélkül. Természetesen veszőfüggő. A jó a kérdés, hogy nem volt kérdés, csak és a csapat belőle. Pisztoly és az íj. Van egy együttérés ebben a korszakban. Ugye a pisztoly drága volt, megbízhatatlan volt, Magyarországon nem nagyon készült ilyeneket, be kellett szerezni. Eznek viszont volt egy ősi hagyománya. Mi volt a különbség a kettő között? Volt egy különbség. Ez átlövi a páncél, és ez? Átlövöm vele a sodron. Mondjuk egy ilyen széles jel, mert rendben van, hogy egy ilyen úgynevezett páncéltörő, egy az átviszi, az nem volt az átlövő rajta. De mondjuk egy ilyen nagyon széles pofájú van, mint mondjuk ez egy csomóforrász vesző, ezzel átviszem a sodront. 20 fontos gyerek kell átlagom. A szegedzsárdal is. De szoktuk csinálni, hogy lesz mutatunk. Probléma nélkül átmegy, mint a pinty. És a lemezpáncélt átviszem? Tegyünk föl, mondjuk azt, hogy egy páncéltörő vesző. Igazán is pont páncéltörő veszőt használtunk. Amit úgy képzeljétek el, hogy ilyen zsillettenger, csak ekkora és hengeres. 100 fontos íjjal lőttünk, az azt jelenti, hogy olyan 48 kg.
másfeles. Lejártottunk egy kovással egy másfeles lelvasat, és elkezdtük lőni. Semmi. Helyén sem esélytelen volt. Egyetlen egyszer sikerült az, hogy pont olyan szöbbet találtuk el, hogy átvitte, épp hogy csak, tehát átütötte a páncélt, átütötte, de épp hogy belement egy-két millit. Tehát az igazából semmi. És akkor harmadszor lőttük, akkor eltört a hegy. Egyébként pont az angolok voltak azok, akik a Crécy és Agincourt-i csatán volt az, hogy álltak az angol hegyászok, lelövöldözték a francia lovakat, a lovagokat. Pont az angolok voltak, akik ezt a tézist megcáfolták, hogy nem igaz. Mert akkor már, abban a korszakban olyan komoly edzési technológiát és olyan kohászati eljárások voltak, hogy nem volt az angol így, ami átütte volna a páncél. Teljesen mások, most nem térünk, hogy teljesen másokok miatt vesztettek ott a páncélok. Jó, tehát pár szót a veszélyről. Az ember praktikus, ha vadászni akar, és jobbágy, akkor egyértelműen már meg volt neki engedve, akkor a pásztor ember 6-8-at egy nap alatt ki tud faragni. Mert kovácsolni nem biztos. Harci vesszőnek viszont szinte kizárólag Magyarországon acélt használ, tehát föl van edzve. A mongolok például Genghis Khan első hadjárai alkalmával csontvesszőkkel nyerik meg, mert a mongol pusztában nincsen semmi az égattalajára. Aki hallotta a tatárjárás eladást, azt nem fejeztük be, ugye? Igen, most ragaszkodni kell a tematikához. Ott a hiányzik a negyedik, mert az négyszer a határjárás, hogy semmi nem volt a mongoloknak, nem volt iparuk, nem volt semmi. Ez a dolog, amikor Kazasztánban voltunk, és megkérdeztem a kazak vendéglátókat, hogy hát hogy hívják kazakul ez, azt, hogy rengeteg közös szó van, és emberek játszik, hogy mondják a kalapácsot kazakul. Nézd, Gencsibeknek hívták, nézd, hogy kalapács. És akkor mondta a oroszul, de mondom, kazakul. Gondolkozik, figyelj már, szerinted mit keresne egy nomád a puszta közepén kalapással? Ugye azt is leírják a források, hogy az első iparosokat és páncélokat a jászoktól szerzik a mongolok, amikor ugye a kaukázusi jászokat, ahogy alánokat ugye megfordítják. Addig nem volt. Jó, tehát különböző veszők vannak, például azt mondják, páncéltörőnek is nem a leghelyesebb kifejezés, de használták prémes állatok leadásásához, hiszen minél nagyobb úgymond a szakálla vesző, szerintem gyakorlatilag a pofája, a szakálla mindegy, annál jobban fönnakad a szörmény. Egy medvét, egy farkas ilyen nem lehet tudni. De egy matalócot igen. Mert egy matalócért és egy haramiára annyit fizettek, mint egy farkasért. Vagy egy délszláv, majd később beszélve, hogy délszláv ilyen rabói. Tehát ezek látható, hogy vadászveszőnek is használták, harcra is alkalmazták. A másik pedig, hogy hogyan hordták, most kölcsön adtam a műtek ezen, nem tudok ide másolja. Ugye a magyaroknál fordítva hordták, ők a sírban ilyen eltemetve, de ugye a Bakai Kornéli professzor azt mondta, hogy lehet, hogy a fordított világkép miatt. Tehát nem tudni, hogy hordták. Viszont a mongolokról tudjuk, hogy fordítva hordták, tehát így. Hogy miért, az nem megfejtett. Egy nyírfa kérek volt nekik a nagyon, nagyon jó vízálló nyírfa kérekből volt a nyíldegez, ugyanúgy, mint a csizmának a talpa. Tatárvesen volt egy ilyen, mert teljesen vízálló a nyírfa kérek. Elképzelhető azért, hogy lássák azt, hogy milyen hegyet húz elő. Egy nagyon biztos, hogy régvágy korszakban lefelé voltak a hegyek. Jó, mi van még? Na nézzük ezt. Itt van két testvérpenge. Láttuk a dzsambéjáról, hogy ez egy tipikusan kelet, ez nem lehet eltérezni egy keleti fejével. Na és akkor ez milyen? Olasz? Lehet spanyol, lehet olasz. Kezdet ezt mondani, nem az. Bár tényleg egy szakértő veszi észre, tehát német. Egész pontosan lansnek, tehát a német zsoldosokat hívták lansnektek. Sokan nem tudják, hogy volt egy 200 fős, 150-200 fős lansnek különítmény a Mohácsi csatában. Utolsó végig harcolnak, az összes megvan. Rengeteg volt a lengyel is egyébként. Tehát ez egy milyen tő?
Ugye ők törkardot voltak, az azt jelenti, hogy tudtak vele szúrni is, meg vágni is. Egyenes, van egy kosara, nem csak egy sima keresztes, mint a magyar szabján, van egy kosara, szúrni és vágni tud vele, ezért ez balkézben volták. Balkézben voltak, nagyjából így álltak föl vele, tehát itt van a törkard, ami nagyjából 1 méter hosszú, 1 méter 20 hosszú, fölálltak. Ez Attilát az Altriste kapitány, Viggo Mortensen, mert rendkívül jó film a 16. századról, tényleg amerikai ritkán csinálnak ennyire jó filmet. Na jó, az eleje, amikor ott a Hollandiában a harcolnak egymással, és akkor azt mondja neki, hogy katolikus kutya az egyik a másiknak. Ez kőkemény vallásából volt. Ez ugyanúgy, mint a nem fai háború volt a török-magyar háború, vallásháború volt. Ez valaki olvassa a korai levelezéseket, tehát hogy egyik a kereszténység, a másik a fiat hitéről, az egy vallásháború. Tehát, itt volt a törkard, és itt volt a hárító tör. Ezzel próbált hárítani, az Altristében nagyon szép technikák vannak vele. Próbálta ugye elvezetni, kitekerni, eltörni a csukorot, és azzal rögtön visszatámadott. Magyarok nem használtak ilyet soha érdekességében. Harci tört használtak, ritkán, de előfordulott, de hárító tört nem. Zsákmányolhatott, és ott lehetett az övében, de nem volt, ez nem, soha nem volt jellemző. Olyannyira nem, hogy egy magyar, egy német tör, vagy esetleg egy töröktől gyakrabban zsákmányolt egy török fegyvert, hogy darabokra szedte, a tengét megtartotta, lásd Turi Györgynek a korán feliratos Lóra való Pallós a Nemzeti Múzeumban, és átszereltette magyar módra, magyar divat szerint. Tehát a keresztos és a markolt, az úgyis a tok, az magyar módra volt. A pengét megtartotta. Végülis csak kockáztatta az életét egy ilyen pengéért, mert ugye ővé lett a teljes felszerelés az ellenfélnek. Tehát ez egy német Lanschneck fegyver, a másik, ugye ez egy másik verzió, itt van egy karika, ami jobban védi a kezet, a nagy ujjat, itt szintén le lehet vele vezetni, el lehet kapni a másiknak a pengét, meg lehet tekerni, és miért van ez a lángolt penge? Lángolt pengé szabjákat látott törököknél, lángolt pengé kardokat, másfél, kétkezes kardokat, Nyugat-Európában rengeteget. Nagyon praktikus dolog. Mi? Nem. És kenyeret szoktatok vágni? Az a rezésés. Ez az. Csak ez húsra van. Jó. Következő darab. Na ez itt nem szép, de egy korabeli Martalusnak, vagy Mázulnak, vagy török menegátnak hasonló lehetett. Mi ez? Kis pajzs, milyen pajzs? Ökölpajzs, helyes. Kurok is használták egyébként, előszeretettel. Lovas fegyver. Egy gyalogosan nagy pajzsot vesz. A lovasnak is lehet nagy pajzsa, mert természetesen volt régáreknak tárcsa pajzsi. És mi volt ennek a magyar neve? Mert régen meg tudnik ilyen. Mert a pajzs az a pavézéből jön. Itt a láncs, a láncsából, a németül akar. Bolda. Az eredeti középkori magyar neve. Csak amikor valamikor Müller János Zsigmond idején behozzák a pávézét, az állók, azt a nagy állók pajzsot az orvosoknak, akkor magyarosítják a pávézét pajzsra, átmegy az összes típusú pajzsra, ami van, ezek kicsit háttérbe szorulnak, és amikor a végvárjakkal visszajön, az ugrókkal már nem emlékszik, hogy bollának hívták. De a következő órán majd hozok körülbelül 10-15 példát arra, hogy milyen különböző nevek vannak, kuruc, huszár, kelevéz, kard, kés, ami teljesen más jelentése a más országokban. Ezek átalakulnak. Tehát, ez itt micsoda? Már nagyon fontos, mert ez a fél. Nem fog. Bőr. Milyen bőr? Nyersbőr. Ez a legegyszerűbb, nem kell cserezni, hogy fogja, megfonja, nem kosárból van, mindig szoktam mondani, hanem fűszfapesszőből, amiből van a kosár is, a pajzs is. Ez bárki meg tudja csinálni, le van lakkozva, hogy nem menjen nagyon tökre, gyékénnyel meg van erősítve, rá van a vizes bőr, ki van nyugatva, össze van húzva egy másik bőrrel, szépen ez rászárad.
ezt nem fogod szétszedni. Van egy előnye, ha fogsz egy éles kést, és rengeteg nyomban rajta, akkor bele fog ragadni. De ezt még csákányra sem fogod átütni, az garantál. Mert rugalmas is elnyeri az erőt. Ha így rakom, akkor biztos, hogy valószínűleg át lehet ütni. A bosok nagyon biztos. De ha kézzel van rajta, akkor nem fogod átütni, mert a kézzel nem tartja bele, hanem kicsit ennek végül. Amortizált. Lényeg az, hogy nagyon könnyű volt elkészíteni és gyors. Ha meg nem volt pénze ütetni kovács, azt nem tudja így megcsinálni, akkor meg anélkül volt. És kész. Jó, tehát ez az ökörfas. Jó. Vége az időnknek, esetleg van egy kérdés. Igen, pedig használtam. Az íjat? Széke, az íjat? A székely határőrök 18. századig használták az íjat. Tehát harci alkalmazásnak. Vadászatra? Jó kérdés, nem tudom. Külön engedélyelik. Tehát le kell tenned a lőfegyveres vizsgát, a vadász, és utána le kell tenned a híjjel is ugye vadászni. De csak csigással. Ilyen nem szabad? Nem. Nem tudom Magyarországon, hogy egy barátom letette, hogy megvan még az adott távolság is, amit tőled és tőled szabad lőni a vadát. És soha nem lőtt. Mert hát cserkelni kell, és aztán érzi is. Mindig kimegy, de nem sikerült még elérni a vadat. Más kérdés? Igen? A bocskai is addig nem sem tudom. Utána nézek. Ennyi? Jó, hát akkor te járt az idő. Köszönöm szépen, hogy megtaláltam. Meg lehet nyitni a fegyvereket.